Jó reggelt kívánok, én Péter vagyok, és ez itt a Lost Biker csatorna. Itt vagyok a Dolomitok közepén, tulajdonképpen a legjobb résznél, és hát úgy néz ki, hogy 11 órától leszakad az ég, egy gyakorlatilag fél Európára kiterjedő monszún alakul ki, villámlás, dörgés, zuhogó eső, legalábbis ezt mondják az időjárás applikációk, viszont egyelőre ennek semmi nyoma. Úgyhogy gyors döntést hoztam, fölkeltem egy kicsit korábban a szokásosnál, fölpakolom a motort, és elindulok az eredeti terv szerint. Legalább itt a belső kört, amit szeretnék bejárni, azt bemotorozom, és amikor elered az eső, akkor fölülök egy autópályára, azt úsgyi haza. Ha nem sikerül a lényeget ma bejárnom, akkor visszajövök, ha sikerül, akkor tulajdonképpen a teljességért érzésével fogok hazatérni. Most fölpakolom a motort, ti pedig tartsatok velem! Nos, ennyi volt bepakolni, a motor útra kész, fizetek a szállodában és indulás. Első úti célom ez a hatalmas sziklamonstrum, a Sellahegy csoport, mely a síelők körében Sellaronda, azaz Sella körnéven lehet ismerős. A Sellaronda télen több mint 500 km összekapcsolt sípályát tartalmaz, és az egész hegy körbe síelhető. Ma én körbe motorozni fogom 4 hágó érintésével, ezek a Sella, a Gardena, a Campolongo és a Pordoi. A hágók 1800 és 2200 méter közötti magasságon futnak, a 3152 méter magas csúcs a Pizboé körül. Az utat sok helyen keresztezik sípályák, síliftek. A szállodák nyáron sem üresek, mert a sípályák egy jelentős része mountain bike-kal is bejárható, illetve sok a motoros, az országúti kerékpáros és a gyalogos túrázó is. Ez a Passo Sella. Kegyetlen jó menet volt, 15 fok van, nem fázom, ki vagyok melegedve. A rossz időnek még nyoma sincs, úgyhogy nyomom tovább, kis szünetekkel. Most nem a videózással húzom az időt, hanem a motorozással. Ezt az útvonalat már barátaimmal is bejártam 2 évvel ezelőtt. Azóta az utak minősége kicsit romlott, de az élmény még így is hatalmas. Passo Pordoi. Passo Gardénánál nem álltam meg, illetve leszámítva azt, amikor kénytelen voltam egy index nélkül kanyarodó barom miatt kimenni a parkolóba, de azt leszámítva nem álltam meg, nem találtam rá egy ilyen kellemes, nyugodt, alkalmas helyet. Hát az utak azok egy kicsit most a várakozásomon aluliak, legalábbis a Gardénára fölfele, majdnem a csúcsig, a tetején nagyon jó volt, egy kicsit repedezett volt, meg huplis, és hát ide fölfele, ide a Pordoira ez is elég gyatra volt. Hát remélem lefele most jobb lesz. A Gardénánál láttam már kialakulóban némi felhőzetet. Most így annak a hegynek így nagyjából a másik oldalán vagyok. Itt megint nem látok semmi aggodalomra okot adó jelenséget, úgyhogy lehet, hogy végig tudom csinálni az egész napi programot. Meglátjuk. Tartsatok velem! A Sellahegy csoportot a Fedaia hágón át hagytam el, Cortina d'Ampezzo irányába, de mielőtt odaérnék, még teszek egy kis kitérőt észak felé, egy már-már holdbélinek mondható út felé, ami a Valparola és a Falzerágó hágokat köti össze. Ennyi sziklát ritkán lát az ember az út mentén. A kis kitérő után könnyed kanyargással folytatom az utam Cortina felé. Most itt vagyok Cortina d'Ampezzo fölött, fönn voltam a Valparolán, azért szeretem azt a helyet, mert tele van sziklával, ott egy ilyen elég jó sziklakiállítás. Szóval a Gardena és Sella kört pedig hát azért szeretjük, mert ez olyan izgalmas, ugye láttuk. Hát aztán itt, hogyha mögöttem elnéztek, gyakorlatilag itt lent látható Cortina d'Ampezzo, illetve hát egész pontosan arra van, majd menet közben fogjátok látni. Igazából maga a város az engem nem annyira érdekel, de a környező hegyek azok elbűvölőek. Megyünk tovább, most már azért kezdenek gyűlni a felhők, úgyhogy azért meg fog jönni ez a monszun, amit ígértek. Amúgy egy dolgot már tegnap észrevettem, nullára elfogyott a hátsó fékem. Ez azt jelenti, hogy taktikát kell váltanom. Ugye én nagyon sokat használom a hátsó féket, gyakorlatilag ívszűkítéshez, motornak a stabilizálásához. Gondolom ezért is fogyott el. Ezen kívül még említettem az utak minőségét. Nagyon sok a hupli, nagyon sok a repedés, kátyuk azok nem annyira vannak, viszont ezt az ellensúlyozza, hogy az utaknak az anyagminősége rohadt jó. Tehát ilyen nagyon szemcsés aszfaltból van, úgyhogy baromira tapad. Na most megyek tovább, átmegyek Cortina d'Ampezzón, aztán utána Francset ugye benne van a GPS-ben, majd megállok, elmondom, hogy hol jártam, mert tegnap megterveztem, de el is felejtettem. Na tartsatok velem! Cortina d'Ampezzót elhagyva célba vettem az olasz-osztrák határt. Odáig már csak egy kitérő várt rám. 2018 után ismét megmászom a Monte Zoncolánt, persze most is csak motorral. A Monte Zoncolánra vezető út a Giro d'Italia legendás szakasza, a maga 12-18% emelkedésével Európa egyik legnehezebb emelkedője. Persze motorral közel nem olyan nehéz, de azért itt-ott egészen egyesig vissza kell kapcsolni. I'm so depressed and I don't know the reason, just wanna feel better. Hate my reflection, when I look at you all I see is perfection. I'm so depressed and I don't know the reason, just hope I feel better. Don't know the reason, just hope I feel better. I just hope I feel better. You said that you love me, don't know if it's still true, hate it when you're not. A meredek egysávos úton ódonalagút is található, nagyon hangulatos hely ez. Bár még csak 18 éve mutatkozott be a helyszín a Giron, nehézsége miatt hamar legendává vált. A gerincen futó erdei út olyan kihívást jelentett a kerékpárosoknak, hogy méltán hívják a helyet a pokol kapujának. Utoljára 2018-ban haladt el itt a mezőny. Hát itt vagyunk fönt a Monte Zoncolan tetején, de a hátam mögött látszik ez a vihar, akivel egész nap kergetjük egymást. Egyelőre még én állok jól, de azért most elég közel jutott, és hát szembe a másik oldalon se jobb a helyzet. Remélem nem arra kell mennem. Én azt választanám, hogyha választhatnék, de nem tudom, a GPS-be benne van, úgyhogy fogalmam sincs, hogy hol fogok menni. Viszont itt a másik oldalon ez a vihar, ez nagyon durván jön, most tart a völgyben, ahonnan az előbb elindultam. Olyan villámokat csapkod, hogy iszonyat. Sípályákon át haladva ereszkedem le a völgybe, érdekes látvány így hó nélkül. Lassan elhagyom Olaszországot. A falként magasodó Karni-Alpok természetes védvonalat alkot Ausztria és Olaszország között. Ennek megfelelően az SS52-es szerpentin szinte magába visszafordulva kanyarok fel a meredek sziklafalon, egészen a szűk hegyi átjáró az 1357 méteren lévő Passo di Monte Croce Carnico, avagy más néven a Plöckenpass bejáratáig. Az út több helyen sötét, vadregényes alagútban fordul vissza, ami motorral igen ijesztő. 2018-ban itt érkeztem meg először motorral az olasz Alpokba. Akkor úgy jöttem ide, hogy mit sem tudtam a környékről, az elém táruló látványtól, majd a hihetetlen kanyaroktól szinte sokkot kaptam. Itt, ezen a helyen kezdődött örök vonzalmam az olasz Alpok iránt. Mivel későre járt, az esőlába is lógott, a régi kedvencem, stál helyett, a közeli Linzben foglaltam egy ígéretes szállodát, mely ráadásul alig néhány kilométerre volt a Grossglockner panoráma út aljától. Olyan szállodát találtam, hogy megőrültök, és ez se drágább, mint a tegnapi vagy a tegnap előtti, és még mindig fele a svájcinak, és mindez 7 kilométerre van a Grossglocknerre vezető út elágazástól. Úgyhogy most már csak az kell, hogy holnap ne legyen eső, süssön a nap, és akkor megyek egyet a Grossglockneren, talán a Nockalmstrassen, aztán húzás haza. Most kipakolok, töltögetek, meg megyek le az étterembe, hát ha van rántott hús. Hát jó hosszú nap volt ez a mai, és hát úgy tűnik, hogy a rossz idő az érdeklődés hiányában elmaradt. Gyakorlatilag reggel 11-re vihart jósoltak, és hát ez nem jött meg. Olyan 1-2 óra fel elkezdtek gyűlni a felhők, és látszott, hogy itt-ott már vannak viharok, de ez ma egy ilyen macskaegérjáték volt köztem meg a viharok között, mert a vihar kergetett, én meg mindig valahogy megléptem előle. Volt olyan is, hogy utolértem egy viharzónát. Az út csuromvíz volt, gőzölgött, látszott, hogy 5 perccel korábban ott még esett az eső. Megálltam egy parkolóba, egy kicsit várok, ott volt 2 motoros, egy osztrák házaspár, akik mondták, hogy ők is azért álltak meg, mert 5 perccel ezelőtt annyira esett az eső, hogy nem tudtak motorral közlekedni. Úgyhogy megálltak, hogy megvárják. Amikor én odaértem, akkor már nem esett, de még csuromvíz volt minden. 10 perccel később meg már sütött a nap, és elkezdett felszáradni az út. Aztán volt olyan a Monte Zoncolan tetején, vagy Zoncolan, nem is tudom, hogy kell mondani, mindegy, ennek a hegynek a tetején, hogy hogy a hegy alján, ahonnan indultam 10 perccel korábban, ott láthatóan zuhogott, leszakadt az ég, míg a hegytetőn éppen, hogy nem. Kétszer volt, hogy elkezdett csöpögni az eső, de nagyon hamar kiértem a felhő alól, úgyhogy tulajdonképpen nem kellett elővennem a viharruhát, nem kellett semmit csinálnom, egyszerűen csak motoroztam, élveztem a napot, hol 15 fok, hol 25 fok, ez pont az a tartomány, amit én szeretek. Szóval ez egy fantasztikus nap volt úgy, hogy tegnap még azt gondoltam, megyek haza, mert itt eső lesz, vihar lesz, nem lehet majd motorozni. Na most holnapra ugyanez van előírva, megnéztem az összes meteorológiai applikációt, mindegyik azt mondja, hogy itt már reggel esni fog az eső, de hát most már én semmit se döntök el előre. Úgyhogy a terv az, hogy fölkelek olyan 9 óra körül, reggeli 10-re elkészülök, és akkor 10 órakor, ha esik a Grossglockneren, akkor nem megyek föl, ha nem esik, akkor fölmegyek. Ha esik az eső, akkor irány haza, ha nem esik, akkor Grossglockner, onnan Nockalmstrasse, és úgy megyek haza. Hát ez a terv, holnap meglátjuk, mert tegnap is ezt mondtam, és ma megláttuk, hogy nem az lett, amit tegnap gondoltam, nem tudom, tudtátok ezt követni. Mivel megint késő este van, nézzétek el nekem, hogy kicsit már összekeverem a szavakat, remélem átment, amit akartam mondani. Ezen kívül még egyet szeretnék kérni, iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek meg, lájkoljátok ezt a videót, ha tetszett, kommenteljetek a kommentmezőben, és találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!